A fiatal művész generáció a poszton, figyelem a jövő alkotóira, nézőire. Fotók a 150 éves színművészetiről, két generáció közelítése. Idén is szervez napközit az Ökováros Ökorégi Alapítvány, a helyszínek és a program meglepetés lesz. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják június 10-én pénteken, tartsanak velünk! Az idei poszton a színház és társ művészeteinek új generációi is megjelennek. A kezdeményezés azért fontos, mert ennek köszönhetően figyelem irányulhat azokra a fiatalokra, akik majd a jövő alkotói és nézői is lesznek, lehetnek. A Postgeneration Next programsorozat keretén belül több előadás is zajlott egyszerre. A Bobitában a középiskolás korosztály játszott, a Jezben a Színház és Filmművészeti Egyetem negyed és ötödéves színművész hallgatói adták elő Solaris elnevezésű produkciójukat Dékány Barnabás rendezésében. Érdekelt minket az anyag, és volt hozzá energiánk, meg lelkesedésünk, hogy megcsináljuk, és aztán közben lett belőle előadás, itt szinte nekünk is véletlenszerűen, ott a Színművészeti Egyetemen mutattuk be a padláson, és utána pedig úgy alakult, hogy lehívódott, és itt be tudjuk mutatni, és ennek nagyon örülünk. Idén megújult a poszt. A pécsi városvezetés az új ügyvezetéssel közösen újra gondolta a Pécsi Országos Színházi Találkozó jövőjét. Az idei évben kísérleti jelleggel arra gondoltunk, hogy a diákszínjátszás is jelenjen meg a poszt programjai között. Ennek keretében Budapest mellett Veszprémből, Nyíregyházáról és más vidéki városokból érkezték oda. Olyan fiatalok, olyan ma még a diák színjátszás keretei között szárnyaikat bontogató fiatalok, akik lehet, hogy 10-20 év múlva már a poszton versenyprogramokban fognak szerepelni. A fiatal művész generáció a poszton belül azért fontos, mert figyelem irányulhat azokra a fiatalokra, akik majd a jövő alkotói és nézői is lesznek, lehetnek. Más nincs az állomáson? Idegességet érzékelek a hangjában. A Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai kara együttműködésben a Baranya megyei mérnöki kamarával az elmúlt évben indította útjára a Jutalmazzuk a kiválóságot ösztöndíj programját, melynek keretében 9 osztatlan alapszakon a legmagasabb ponttal felvételt nyert 9 hallgatónak havi 20 000 forint ösztöndíjat ad a kar. Az ösztöndíjjal a tehetséges diákok megszólítása, valamint a tehetségek régióban tartása volt a cél. A díjazottak szinte kivétel nélkül 400-nál magasabb felvételi pontszámmal rendelkeztek, köztük többen 450 pontnál is többen jelentkeztek. Az ösztöndíj programba idén bekapcsolódtak a kar duális képzési partnerei is, úgy mint a Biocom, az EON vagy a PTÁF. A Színház és Filmművészeti Egyetem 150 éves fennállásának alkalmából rendeztek fotókiállítást a poszton. A tárlat sosem látott legendás színészek tanéveiről, vizsgaelőadásairól, a szakma hírességeiről, kiválóságairól tár egy csokorra valót a nagy érdemű elé. A fotózásokat meg kellett rendezni. 3 fiatal tehetség, akik maguk is az egyetemre jártak, környékezték meg a nagy elődöket, mestereket fotózási ötletükkel. Így a két generáció is közelebb került egymáshoz, mely nem titkolt céljuk volt a fiataloknak. Nagy Marcell, Szórád Máté és Damokos Attila kiállítása a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as előterében látható. A fotókiállítás képeit az egyetem bocsátotta a poszt rendelkezésére. Nekik fontos volt, hogy ők jól nézzenek ki, és ez a portré nem csak úgy született meg, hogy eljöttek a műterembe, lefotóztuk őket, és viszont látásra, hanem mindegyik előtt volt egy hosszas beszélgetés. Mi nekünk azért is volt fontos ez az anyag, hogy mi tényleg kapcsolatot teremtsünk ezekkel az emberekkel. Tehát, hogy alapvetően ez egy hosszú folyamat volt, és akkor általában mindig így nagyon jó hangulat alakult ki, mert mivel nekik is jó volt, jól esett ez nekik, hogy kíváncsiak vagyunk rájuk, meg nekünk is jó volt, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy velük együtt dolgozhattunk.
Negyedik alkalommal rendeznek Kertváros napot Pécsett. Helyszín a Maléter Pál melletti füves terület. Gyerekprogramok, koncertek, táncbemutató, katasztrófavédelmi bemutató várja a vendégeket. Lesz kézműves foglalkozás, állatsimogató és léggömböt is osztogatnak. A szombaton délután 4-től este 10-ig tartó eseményen fellép Zoltán Erika, Kefir, UFO, Stereo Kollektív, Nihil Chips és az Eurodance. Természetesen nem maradhat el a tűzi játék sem. Vendégünk a stúdióban Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Szombaton újra Kertvárosnap, immár negyedik alkalommal. Mivel várják a helyben lakókat, illetve a pécsieket? Most már tényleg mondhatjuk azt, hogy hagyományosan kerül megrendezésre így nyár elején, késő tavasszal a Kertvárosra, és a hagyományoknak megfelelő programokkal készültünk. A kertvárosi civil szervezetek és vállalkozások mutatják be programjaikat délután 4 órától, illetve az ő különböző kisebb produkciókat lehet majd kipróbálni. Bizonyos esetekben, ha ételekről van szó, akkor megkóstolni. A színpadtól keletre található területrészen. A színpadon pedig folyamatosan programok lesznek. 4 és 6 óra között elsősorban a helyi produkciókat nézhetjük meg, 6 órától pedig az ismertebb nagyországos fellépők jönnek, mint például a 90-es évek zenekara, az UFO, vagy az elmúlt 3 évtized sikercsillaga, Zoltán Erika fog majd fellépni, és az egész rendezvény természetesen most is, mint ahogy az elmúlt 3 alkalommal mindig a tűzijáték fogja majd lezárni. Nem csak a felnőtteket várják természetesen, hanem a családokat, a kisgyermekes családokat, hiszen a gyerekeknek is szerveztek programokat. Milyen érdekességeket láthatnak a kicsik? Gyakorlatilag aszfaltrajzversenytől, légváron keresztül számos olyan programokat hoztak ide a civil szervezetek és kertvárosi vállalkozások, amik órákon keresztül a kicsiknek adnak kifejezetten szórakozási lehetőséget, de lesz egyébként break bemutató, karate bemutató, tánc bemutató. Tehát azt gondolom, hogy minden olyan látványos elemet felsorolunk és bemutatunk, ami a mai fiatalokat megmozgatja, és ami a mai fiataloknak is szórakoztató tud lenni. A legfontosabb, hogy jó időnk legyen, és ebben a jó időben egy ilyen igazi családi, városrészi megmozdulást tudjunk tartani, tehát a kicsiktől a nagyokig, az unokáktól a nagyszülőkig mindenkit várunk holnap délután 4 és este 10 óra között a Maléter Pál utca melletti füves területen. Mint az esemény fővédnökét kérdezem, nem csak szórakozás ez, hanem valamiféle közösségépítő nap is ez, nem? 4 évvel ezelőtt, amikor elindítottuk a Kertváros napot, akkor 2 üzenetet indítottunk útjára, 2 üzenetet fogalmaztunk meg. Az egyik, hogy az volt a célunk, hogy ne csak belvárosban rendezzünk rendezvényeket, ne kelljen ahhoz a belvárosba menni, hogy szórakozni tudjunk, hiszen a város többi városrészének is igazán szüksége van kulturális programokra, könnyed kikapcsolási lehetőségekre, köztük a legnagyobb, legnépesebb és legsűrűbben lakott városrészt, a Kertvárost is. A másik célunk az a közösségteremtés volt, hiszen bár Kertváros, ahogy említettem, a legsűrűbben lakott városrész, mégis valahogy azt érezzük, azt érzékeljük, hogy az emberek ott vannak leginkább messze egymástól, ott zárkóztak be, hogyha most 5 évvel ezelőtti pillanatképet tudok felvetíteni, leginkább akkor is ott zárkóztak be, leginkább a kis szűken vett lakásukba és lakókörnyezetükbe. Ezt próbáltuk meg egy kicsit
kinyitni, ezen próbáltunk megváltoztatni, és örülök annak, hogy gyakorlatilag az elmúlt 4 esztendőben civil szervezetek alakultak, számos közösségi megmozdulás is volt, és talán mindközül a legismertebb, legnépszerűbb a Guinness rekord elérése, ami a Virágos Kertváros programnak köszönhetően az ott élők nagy összefogásának eredményeként született. Úgyhogy amiért elindítottuk a Kertváros rapot, az már megvalósult. Az összefogás az ma már mindennapos. A rendezvények, a kisebb közösségformáló programok azok gyakorlatilag az év 365 napját végigkísérik a Kertvárosban, úgyhogy most a Kertváros nap az már igazán tényleg ennek az ünnepe, mondhatjuk azt, hogy a városrésznek az ünnepe. Igen, és hogyha már a virágterepítést, illetve a virágosítást említette képviselő úr, azért a kertvárosi identitás növelése is szóba jöhet, hiszen már ki van írva, hogy Kertvárosba lép be az ember egy bizonyos útszakaszon, tehát tényleg egy fejlődési utat láthat az ember. Amikor a Siklósi úton megyünk a Táncsics Mihály út felé lekanyarodva Kertvárosba, és gyakorlatilag ott érjük el a városrésznek a határát, ott korábban egy kereszt fogadta az utazót. Ez a kereszt egyébként nagyon leroblott, ezt az idei évben felújítottuk, és a felújítást követően gondolkodtunk el azon, hogyha úgyis van egy zöldítési szándékunk, egy virágos kert, Kertváros mozgalmunk, és ma már egy Guinness rekordunk, akkor mi lenne, hogyha a kereszt mögötti zöld területet felhasználnánk arra, hogy egyfajta kaput képeznénk Kertvárosnak, és hát mivel virágosításról beszélünk, akkor természetesen ezt virágból, illetve zöld cserjékből készítenénk el. A város főkertésze partner volt ebben, ő azt mondta, hogy akkor csinálna valami attrakciót, olyan attrakciót, ami korábban még nem volt a Pécs városában, hogy valamilyen formát készítene, vagy tujából, vagy valamilyen zöld növényből, és én mondtam, hogy akkor, ha már formát készítünk, akkor írjuk ki, hogy Kertvárosba érkeztünk, és legyen ez méltó olyan Kertváros kapuja. A tegnapi napon kihelyezésre kerültek azok az acél szerkezetek, amit reményeink szerint egy ilyen 3-4 hét alatt benő a zöld növényzet, és akkor gyakorlatilag a Kertvárosba érkezőket egy zöld tujával, zöld tujából elkészített Kertváros felirat fogja majd várni. Ez is egy kis apróság, ez is egy kis fejlődés. Mindegyiknek egyébként az a célja, hogy a városrész élhetőbb, a városrész zöldebb, a városrész polgáribb legyen. Így van, és hát nem kell hetekig várni, aki szeretné magát jól érezni Kertvárosban, hiszen holnap akkor, tehát szombaton 4. Kertváros nap, délután 4-től várják az érdeklődőket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és sok sikert kívánok a szombati naphoz. Köszönöm szépen a lehetőséget. Véget ért a Lépj oktatási vetélkedő, de az Ökováros Ökorégi Alapítvány munkatársai nyáron sem pihennek. Ismét ökonapközit szerveznek általános iskolásoknak, ami szokás szerint tele lesz meglepetésekkel. A nyári ökotáborban töltött idő alatt a résztvevőknek lehetőségük van megismerni a szelektív hulladékgyűjtés minden fortélyát, az újrahasznosítás lehetőségeit, próbára tenni magukat, mennyire élnek környezetbarát módon, ajándéktárgyakat készíthetnek természetes anyagokból, valamint egészséges ételeket készíthetnek és ehetnek. Az Ökováros Ökorégió Alapítvány idén is szervez ökonapközit. Hát most már ez a 4. évi táborunk lesz. Az eddigi években különböző helyszínekre vittük a gyerekeket. Mindegyik alkalommal más és más helyszíre, tehát minden nap az 5 napból minden nap máshova mentünk a gyerkőcökkel. Általában témákhoz kötjük őket, tehát hogyha vizes téma, akkor elvittük őket az Abbaligeti cseppkőbarlangba, például a vízkörforgásáról kicsit, hogy így tájékozódjanak. Aztán voltunk az erőműben, hogyha energiáról volt szó, hulladék kapcsán, a válogatóműben. Tehát ezek gyakorlatilag nem azt mondom, hogy tanulmányi kirándulások, de olyan játékos kis programok, ahol azért az egész évben hallottakról még egy ilyen gyakorlati ráerősítést kaphatnak a gyerekek.
Az idei csapat már összejött, de az meglepetés lesz, hogy hová látogatnak el a napközi 5 napja alatt. A szervező Ökováros Ökorégió Alapítvány munkatársai annyit elárultak, hogy a Zsájaliget, a Medvehagymaház és a Naperőmű Park megnyitásával több lehetőségük van, mint a korábbi években. A szervezők pénteken eldöntötték, a Kossuth téren, nem pedig az esőhelyszínen rendezik az idei kosárünnepet. Az elmúlt években elkényeztették a pécsieket a PVSK utánpótláskorú kosárlabda csapatai. Az idei szezonban is több korosztály bejutott a legjobb 16 közé. Így lesz mit ünnepelni az idei kosár dzsemberin. Az évzáron játékvezetők, újságírók, edzők, szakvezetők és a PVSK minden korosztálya megmutatja tudását. A kosárünnepet az U20-as csapat bemutató mérkőzése zárja. Vasúti pályafelújítás miatt a pécsi vonatok is másként járnak. Hétfőtől augusztus végéig pályafelújítás miatt módosított menetrend szerint járnak a vonatok a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vasútvonalon. Dombóvár és Kaposvár között pótlóbuszok járnak, közölte a MÁV ZRT pénteken az MT-vel. A közlemény szerint hétfőtől augusztus 28-áig a Pécs-Fonyót-Tapolca a viszonylatú vonatok Dombóvár alsó helyett Dombóvár állomásig közlekednek és onnan indulnak. Dombóvár és Kaposvár között az utasokat vonatpótló autóbuszok viszik, amelyek Dombóvár alsó vasútállomást nem érintik. A vágányzár miatt néhány vonat menetrendje a Budapest-Pécs és a Dél-Balatoni vonalon is módosul. Iratunk végén főbb témáink még egyszer röviden. A fiatal művész generáció a poszton, figyelem a jövő alkotóira, nézőire. Fotók a 150 éves színművészetiről, két generáció közelítése. Idén is szervez napközit az Ökováros Ökorégió Alapítvány, a helyszínek és a program meglepetés lesz. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!